Sziasztok! Ismét jöttem, hogy együtt tanuljak veletek a Bibliáról, és ma Rút könyvét fogjuk elővenni, és azt fogjuk tanulmányozni egy pár napig, úgy tervezem, vagy nem tudom, meddig fog tartani. De előjáróban mondanék néhány dolgot erről a könyvről, és talán legelsősorban az az ige jutott eszembe, róla, amit Jézus mond a farizeusoknak, hogy ti azt hiszitek, hogy az írásokban van az örök életetek, pedig azok rólam szólnak. Hát a Rút könyve tipikusan az a könyv, ami túlmutat önmagán sokkal és örökkévaló üzenetet közvetít. És ez a könyv az, amelyik a héber irodalomnak egyébként az egyik gyöngyszeme is, mert a formája és a költészeti elemei, és az, ahogy az egész összeáll, az egy nagyon értékes költészeti stílus tartalmaz a héber irodalomban is. Szóval a héber irodalom szerint is, és a Bibliában elfoglalt helyét tekintve is, és az üzenete alapján is ez egy nagyon fontos könyv, amit most fogunk tanulmányozni. És a Rút könyve a bírák idejében íródott, Sámuelnek vagy Dávidnak tulajdonítják a könyvírását. A bírák idejében, abban az időben játszódik, amikor a történet szerint éhínség van Júdában, Júdea területén, és ezért egy család úgy határoz, hogy kivándorol onnan, a könnyebb utat választva, és elmennek a Moábiták földjére, ez a Holtengernek a keleti oldalán található terület, egy ellenséges néplakja. Egy olyan néplakja, aki mindig ellenséges volt Izraellel, rendkívül ellenséges, amikor Izrael például át akart menni a bevonuláskor az ő területén békés szándékkal, akkor a moábiták nem engedték őket át, sőt, nem csak nem engedték át, de nem adtak nekik se kenyeret, se vizet, semmivel nem támogatták őket, pedig egy rokon nemzetről van szó, méghozzá Lót, Ábrahám unokaöccsének a leszármazottairól van szó, a nyelvük is egyébként nagyon hasonló volt az izraelitáknak a nyelvéhez, és mégis tudjuk erről a népről is, például azt is, hogy átkot küld egy harc kapcsán, egy háború kapcsán Izraelre, és segítségül hívják Bálámot, akinek átkot kellene mondania a népre, viszont Bálám ugye isteni közbeavatkozás során, vagy következtében nem átkot mond Izraelre, hanem áldást mond, viszont van egy gonosz tanácsa, amivel lépre akarják csalni az izraeli férfiakat, úgyhogy sikerül is, és 24 ezer ember halála a következménye ennek a tanácsnak, amit Bálám ad. Úgyhogy körülbelül ilyen stílusban van a két nemzetnek a kapcsolata egymással. Isten törvénye megtiltja, hogy moábita lányokat vegyen feleségül Izrael. Tehát a törvény szerint a velük való kapcsolat teljesen tiltott volt. És mégis ebben a könyvben egy moábita lány válik a főszereplővé, Ruth, akinek az életében látjuk azt, hogy a törvény felett
van egy még nagyobb törvény, a kegyelemnek a törvénye. És az egy olyan törvény, ami minden törvényt felülmúlhat, az Istennek a szuverenitásából, akinek az akarata teljesen a törvény fölött is állhat. És ez a kegyelem, ez nem ragaszkodik a törvényhez, hanem felette áll annak. És ez a kegyelem szövi át Ruthnak az életét, ezt az egész könyvet, és talán a moábitákról ennyit, erre a földre költöznek át Naomi és a férje Elimelek két fiúkkal, Mahlonnal és Kiljonnal, és ők, a fiúk, itt találnak majd feleségeket, a két feleség neve Orpa és Ruth, és időközben látjuk azt, hogy Istennek nem tetszik ez a döntése Elimeleknek, akinek a neve azt jelenti, hogy Istenem király, és az ő élete a júdeai Betlehemben látjuk először őket, amint úgy tudjuk, hogy Elimelek egy vezető ember volt. És ő dönt így, hogy elköltözik erről a vidékről, a kenyérházából, Betlehem, ezt jelenti, a kenyérháza, itt születik majd, ugye megtudjuk, a Messiás, és úgy dönt Elimelek, hogy ott hagyja ezt a földet, és a jobb élet reménységében kimegy onnan a moábiták földjére, és látjuk azt az életükön később, hogy Istennek nincs áldása ezen a döntésen. Meghal Naominak a férje, Elimelek, és meghal a két fia is, akik időközben két özvegyet is hagynak maguk után, gyermekről nem tudunk, és nincs szó a történetben, és nincs is gyermekük ezeknek a lányoknak, és Naomi egyedül marad a bánatával, egyedül marad a két menyével, és úgy dönt, hogy visszaköltözik Betlehembe, a kenyérházába. És ott kezd egy új életet. És a nevekről talán még előjáróban annyit, hogy Naominak a neve azt jelenti, hogy édesség, és azt jelenti, hogy kedvesség, és arra is utalnak a Bibliának a kutatói, hogy azt is jelenti, hogy a kívánatos föld. És tudjuk azt a Bibliából, hogy az asszony az sokszor az Izraelnek, Izrael földjének a szimbóluma is. Amikor Izraelre utal a Biblia, róla beszél Isten, akkor is nőneműként szólítja meg őt, Izraelt. Szóval Naomi ebben a történetben valószínűleg Izraelnek egy szimbolikus alakja is, és Ruthnak a neve azt jelenti, hogy barátság, barát, szépség, és az ő neve teljesen képviseli azt, amit ő képvisel a történetben. Érdekes módon a két fiú neve azt jelenti, az egyiké azt jelenti, hogy betegség, Mahloné, Kiljoné, azt jelenti, hogy elmúlás és sorvadást jelent. Ennek a két fiúnak az élete, a neve előrevetíti a sorsát. Nem tudom, hogy ez hogy működött akkoriban, de el tudom képzelni azt, hogy a nevek mögött valahol Isten kijelentése állt. És így adták ezt a két nevet ennek a két fiúnak.
talán a nevekről, talán Boáz nevét említeném még meg, az ő neve, aki még főszereplője lesz ennek a történetnek, az ő neve azt jelenti, hogy erő, elevenség. Egyébként az őróla el van nevezve, elneveztek egy oszlopot Salamon templomában is. Az egyik oszlop az ő nevét kapta. Egyelőre ennyit elöljáróban a történetről. Remélem, hogy felkeltette az érdeklődéseteket, és holnap jövök a folytatással, belekezdünk majd a történetbe. Isten áldjon titeket! Szép napot, szép vasárnap!